Gyöngyös belekeveredett az azeri örmény viszályba. Nyílt levelek képviselőktől örményügyben. Több messziről érkező turistát várnak a bornapokra. Jó estét kívánok, május 22-e van, jönnek híreink részletesen. Mára megszakadt minden kapcsolat a Kancsendzöngáról lefelé ereszkedő magyar hegymászókkal, akik tegnap bajba kerültek és segítséget kértek, olvasható az Expedíció blogján. Erős Zsolt és a gyöngyösi Kispéter eltűnt. Vince Szabolcs, az expedíció szóvivője, az MTI-nek azt mondta, már nem is keresik tovább őket. Hozzátette, szinte semmi remény nincs arra, hogy életben vannak. A két magyar hegymászó a szabadban töltötte az éjszakát, a korábban a mentésükre küldött serpák sem a táborban, sem a környéken nem találták őket. A szóvivő valószínűsítette, hogy a serpák saját biztonságuk érdekében elindultak lefelé, arra azonban kicsi az esély, hogy visszafelé megtalálják a két magyar hegymászót. Pozitívan értékeli a mai egyeztetés eredményét az Országos Örmény Önkormányzat és a Gyöngyösi Városvezetés. Az örmény delegáció a korábban Gyöngyösön járt azerbajdzsáni küldöttséggel kötött megállapodás kapcsán kért időpontot Faragó László polgármestertől. Ezek még az azerbajdzsáni delegáció látogatásának képei. A gyöngyösi városvezetés Súsa városával kötött együttműködési szándéknyilatkozatot. Később azonban az örmény önkormányzat jelezte, az említett egyébként Karabakhban található város valójában örmény fennhatóság alatt áll, így a lakói és a polgármestere is örmény. Ezért az örmény nemzetiségi önkormányzat egyeztetéseket kezdeményezett a gyöngyösi városvezetéssel. Mi nem azért jöttünk itt bárkit vádolni, próbáltunk tisztázni ezt a helyzetet, ami gondolom a polgármester is fog erősíteni, hogy ez tényleg egyfajta olyan jó szándéktól volt az egész, és egy kicsit jobban kellett volna ez utána nézni ez a dolognak. De megint mondom azt, hogy itt az oldalról egy kicsit szándékosan is kevertek a dolgokat. Az örmény delegáció pozitívan értékelte a találkozót, és felajánlotta, hogy bemutatja a gyöngyösieknek Súsa örmény vezetőit. Faragó László szerint is sikeres volt a találkozó, amely akár újabb kapcsolatokat is eredményezhet Gyöngyösnek. Ismerkedtünk egymással, és hát ők semmi sem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy valamilyen üzleti kapcsolatokra visszatérünk egy más később időpontban, és itt elhangzott konkrétan, hogy akár a mátrai fehérborok iránt is érdeklődnek Örményországban, és abban maradtunk, hogy békével köszöntünk el, abban a reményben, hogy még találkozunk valamilyen formában. Az azeri küldöttséggel kötött szándéknyilatkozat egyébként érvényben marad, annak felbontását az örmény fél sem kezdeményezte. Nem volt kellően körültekintő Faragó László polgármester, amikor szándéknyilatkozatot írt alá a Súsa képviseletében Gyöngyösre érkezett delegációval, véli Balázs József fideszes országgyűlési képviselő. Az együttműködést kezdeményező Vona Gábor Jobbik elnök szerint azonban bátor tett volt az aláírás, amellyel Gyöngyös jelezte, hogy a béke oldalán áll. Nyílt levélben fordult Faragó László polgármesterhez Balázs József az azerbajdzsáni delegációval kötött együttműködés kapcsán. Az országgyűlési képviselő azt írja, a polgármester nem volt kellően körültekintő, amikor geopolitikailag rendezetlen helyzetű településsel kezdeményezett kapcsolatot. A testvérvárosi kapcsolatokat sokkal körültekintőbben és megfelelő egyeztetések lefolytatása után kell lépni, hiszen Gyöngyösvárosnak több előkészítés alatt álló testvérvárosi kapcsolat keresését átgondolatlanság és nem kerül körültekintés jellemző. A kapcsolatot kezdeményező Vona Gábor, a Jobbik elnöke azonban úgy látja, a kapcsolat, amely a szülőhelyükről elüldözött azeriekkel köttetett, nem csak Gyöngyös, de egész Magyarország számára gyümölcsöző lehet. Gyöngyös neve ma Azerbajdzsánban a legjobban csengő magyar város neve, és én büszke vagyok rá, hogy ezt a polgármestert, ezt a kezdeményezést elindította, útjára bocsátotta, és bárkivel, bármikor nagyon szívesen hajlandó vagyok egyeztetni, vitát folytatni arról, hogy ez jó-e a városnak vagy sem. Én megírtam a képviselő úrnak is, Balázs József képviselő úrnak is, hogyha valamit nem tudunk támogatni, akkor legalább ne akadályozzuk, vagy ne próbáljuk lerombolni. Vona Gábor hangsúlyozta, véleménye szerint minden nemzet delegációját szívesen kell fogadni, és a béke jegyében mindenkivel jó kapcsolatot kell ápolni.
Egyre több turista látogatja a Gyöngyösi Bornapok rendezvényét, bár egyelőre még kevesen jönnek direkt ezzel a céllal a Mátrába. Egyebek mellett erről is szó volt a keddi fórumban, ahol a rendezvény szervező intézmények vezetői úgy vélekedtek, a rendezvény és a mátrai borok népszerűsége is folyamatosan növekszik. A Gyöngyösi Bornapok rendezvényét a Mátrai Hegyközség mellett a Gyöngyös Mátra Turisztikai Egyesület és a Gyöngyök közösen szervezi. A rendezvény célja amellett, hogy évről évre színvonalas kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybelieknek, hogy egyre több turistát vonzon a térségbe. A jellemző még mindig az, hogy az itt éppen itt lévő turisták azok, akik megjelennek itt mint vendégként. Hozzáteszem, hogy a TDM az ebben az évben is Jásznogykun-Szolnok megyét, Békés megyét és Csongrád megyét helyezte abszolút fókuszba a marketing szempontból, az ilyen rendezvények célközönsége szempontjából. Ennek a célnak az érdekében állítják össze a programkínálatot is. Arra törekszünk, és ez az elsődleges szempont talán, hogy művészileg is felvállalható, értékben, minőségben is felvállalható legyen, amit mi a nézőknek hozunk, illetve azért ez jelentős vonzata legyen ennek tulajdonképpen az itt lévő árusok számára is. Bépintér Mária a műsorban arról is beszélt, a Mátra Művelődési Központban karbantartási munkálatokat végeznek, ezért előreláthatóan egy-két hétig a színházterembe tervezett programok elmaradnak, és azok egy részét másik időpontban rendezik majd meg. A tanév végeztével országszerte több ezer diák keresi fel az iskola szövetkezeteket, amelyek nyári munkákat kínálnak. A legtöbben már kora tavasszal regisztrálnak személyesen vagy online, hogy nyárra biztos munkájuk legyen. Sokan az anyagi nehézségek miatt választják a munkát a vakáció helyett, vagy csak valamire gyűjtenek, például ruházkodásra vagy jogosítványra. Szeretnék majd motort venni valamikor, illetve úgy gondolom, hogy nem otthon ülnék egész nyáron, hanem dolgoznék mindenképpen. Hát pakoló munkára, esetleg valami műszaki munka, mert műszaki középiskolába járok. Egy munkaközvetítőhöz majd jelentkeznék, aztán hát hogyha lenne valami ajánlat, akkor mindenképpen valahol elmennék dolgozni. Van, aki motorra gyűjtene, mások jogosítványt szeretnének, ruhára, bulira és a tanulmányokra is egyformán költenek azok a fiatalok, akik diák munkával igyekeznek pénzhez jutni. Az iskola szövetkezetek idén is számtalan munkalehetőséggel várják a dolgozni vágyó diákokat. A különböző korosztályoknak különböző típusú munkákat érdemes számba venni, mégpedig a középiskolások esetében csomagolási, anyagmozgatási, élelmiszeripari, illetve mezőgazdasági munkák területén néznek szét. Azok pedig, akik főiskolások és egyetemisták, azoknak már egy kicsit nagyobb a lehetőségek tárháza, és érdemesebb talán irodai, adminisztratív hostess munkákat különböző fesztiválokon tudnak dolgozgatni. Sok fiatalnak van már tapasztalata a diákmunka területén, de van, aki most próbálná először. Pincészetbe dolgoztam 3 hétig, és ott kaptam munkát, takarítottam, töltöttem, mindent csináltam. Nem voltunk még, de most nyáron szeretnék menni. Miért szeretné a diákmunkára menni? Hát pénzt keresni. Mire költitek leginkább a pénzt? Hát, ugye, ruhákra inkább, ilyen jó cipőkre. Az órabérek különbözőek, 500-800 és akár 1400 forintért is dolgozhatnak a diákok, attól függően, milyen munkát végeznek és milyen szakképesítéssel rendelkeznek. Várják a nyári kapunyítást, és már az utolsó simításokat végzik a gyöngyösi strandüzemeltetői. Bár a városban hivatalosan csak június 15-én indul be a strandszezon, azok, akiket nem zavar a hidegvíz, már holnaptól megmártózhatnak a szabadtéri nagymedencében. A hivatalos nyári szezonnyitó előtt idén is szükség volt karbantartási munkálatokra a gyöngyösi strandon. Bár a hivatalos nyári szezonra még több mint 3 hetet várni kell, a fürdőzők már birtokba vehetik a nagymedencét. Az utolsó előtti fázisban vagyunk, némi vegyszerbeállítás van még hátra, és akár holnaptól már a bátrabbak, akik szeretik a hideg vizet, és szeretnek kint úszni, azok használhatják a kinti nagymedencét is. Tulajdonképpen egy nap alatt lekerülnek itt a háttérben látható kerítések. A nagymedencével ellentétben a kismedence még nem áll készen a gyerekek fogadására. A strand üzemeltetői a szülők kérésének eleget téve, ugyanis napellenzőt szerelnek a gyermekmedence fölé.
A hivatalos szezonnyitóra azonban ez is elkészül. A nagy klasszikus nyári nyitvatartás az június 15-én indul, amikor is már ugye reggel 6-tól este 7-ig leszünk majd nyitva. Szeretnénk a nyári nyitvatartás emlékezetessé tenni. Június 15-én egy ilyen strand esti partit rendeznénk, ahol néhány zenekar fellépne, és akkor ilyen 11 éjfélig tartan egy kis esti parti, és utána tulajdonképpen minden beleindulna a nyári szezon. Bár a gyöngyösi strandon idén drágulnak a jegyek, az várhatóan nem jelent nagy pluszköltséget a családok számára. Az áremelkedés ugyanis nem haladja majd meg a 100 forintot. Azok a gyöngyösiek, akik munka után a strandon szeretnének felfrissülni, idén is válthatnak délutáni kedvezményes belépőjegyet. A Bébron Gyöngyös az NB1-es férfi kézilabda bajnokság felsőházi rájátszásában jól vette az első akadályt. A fővárosban az FTC Pler otthonában 25-25 arányú döntetlennel zárult a mérkőzés. A büntető párbajban a gyöngyösiek bizonyultak jobbnak, és végül 30-29 arányban a győzelmet is megszerezték. A visszavágóra hazai pályán kerül majd sor, ahol remélhetőleg újabb győzelemmel az 5. helyet is megszerezheti Nagy Károly legénységével. A labdarúgó magyar kupában a Heves megyei döntőt Markazon rendezik. A Dr. Vas Géza nevét viselő fináléban a megyei első osztályú Markaz és az MB3-as Gyak csap majd össze. A markaziak a bajnokság megnyerése után szeretnének duplázni, tudtuk meg Szerdai Gábor edzőtől. Hát evés közül meg az étvágy. Nyilván fel fogunk készülni a gyöngyös elleni mérkőzésre, és nagyon én bízom benne, hogy olyan eredményt érünk el, ami megfelelő lesz nekünk. Én azt hiszem, hogy aki kijön és kilátogat a Markazi stadionba, majd az a sok néző jól fogja magát érezni, akár gyöngyös szurkoló, akár Markaz szurkoló, és végén pedig azt kívánom, hogy nyerjen a jobb csapat, vagy legyen X, és akkor mi nyerjük meg a kupát. A kiírás értelmében ugyanis előfordulhat, hogy a döntő egyik résztvevője alacsonyabb osztályban szerepel, így nekik már a döntetlen eredmény is megfelelő lenne a kupa elnyeréséhez. Jelentős áramszámla csökkenést okozna az ipari fogyasztók számára, ha engedélyeznék közvetlen vezetékes kapcsolat kialakítását a közelükben lévő erőművekkel, vélik a termelők. Az intézkedéssel akár 10-30%-ot is spórolhatnának az áramáron az ipari fogyasztók. Nőttek a keresetek, mégsem kereshettek többet az emberek. A válság kitörése óta mindössze 2 olyan hónap volt, amikor az emberek nettó keresete meghaladta a 150 ezer forintot. Idén március és tavaly november, adta hírül a Központi Statisztikai Hivatal ma közzétett adataiban. Így az év első negyedében összesen 4,2%-kal kerestünk többet, mint tavaly ilyenkor. A legtöbbet az egészségügyben emeltek. Rossz hír azonban, hogy folytatódott az alkalmazásban állók létszámának csökkenése. Egy éve nem volt olyan időszak, amikor ne csökkenést regisztrált volna a KSH az előző év hasonló hónapjához képest. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 361, a MOL 16.645, az OTP 5.090, a Richter 35.295, a TVK pedig 1.965 forintba került a nap végén. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 19.129 ponton zárt, ez legutóbbi záróértékéhez képest 371 pont emelkedést jelent. Az aktuális végén híreink még egyszer röviden. Örmény delegáció tárgyalt Gyöngyösön, eredményesnek tartották az egyeztetést. Balázs József szerint káros, Vona Gábor szerint hasznos az azeri kapcsolatfelvétel. Egyelőre még kevesen jönnek messziről Gyöngyösre a bornapok miatt, de a számuk emelkedik. Több ezer diák igyekszik nyári munkát találni a szünidőre. Várják a nyári kapunyítást, és már az utolsó simításokat végzik a gyöngyösi strand üzemeltetői. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán, holnap is találkozunk majd a szokott időpontban, addig olvassák el híreinket a gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra!